Mellettem Gabora János, a Gabora Gála, a torna főszervezője. 25 éve rendezik meg itt Csalgótarjánban minden évben ezt a tornát, és hát én azt hiszem, hogy ilyen hosszú múltú rendezvény nagyon kevés van Magyarországon, talán csak a fenyőkoncertek. Nagyon szépen köszönjük, ezt dicséretnek vesszük. Igen, én is úgy érzem, hogy 25 év alatt nagyon-nagyon sokat tudtunk, sok embert tudtunk támogatni, sok gyermeket, sok iskolát, intézményt, és 25 éve, hogy megy ez, 25 év alatt, úgy, ahogy Nyilasi Tibi barátom mondja, apáról fiúra száll a gála, hiszen most már itt van Törőcsiknek a fia, Fekete Lacinak a fia, Lakatos Bélának a fia, szóval igen, nagyon nagy büszkeség ez nekünk, a városnak, Salgótarjának, a megyének, és nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy az ország nagyon sok részéből vannak támogatók. Hosszú lenne felsorolni, az pedig, hogy a Sport TV már több mint 5 éve nyilvánosságot ad a rendezvénynek, azt hiszem ez részünkről minden elismerés. Nekünk pedig nagy öröm, hogy itt lehetünk ezen a tornán, és játszhatunk is, és az is nagyon nagy öröm, hogy ennyi néző előtt játszhatunk. Én azt hiszem, hogy ezt a csarnokot lassacskán ki is növi a Gabora Gála. Igen, pedig egy pár éve bővítették, közel a duplájára. Hát, nagyon nagy öröm, még egyszer mondom, ennyi embert együtt, ennyi boldog ember, és lehet látni ennyi boldog gyermeket itt, akik örülnek, fociznak, és hát nem árulok el titkot. Azt hiszem, hogyha elébe megyek a dolgoknak, ha bár még nem zárt be, de már a pénztárt bezártuk, 1.700.000-rel gazdagodott az iskola. Melyik iskoláról van szó? A szomszédban lévő Kodály általános iskolának a labdafogó hálója 1.200.000 forint költséget mutat, és örömmel mondhatom, hogy ez meg lesz csinálva a gyerekeknek a sportpályán. Jó napot, nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ez tehát a jubileumi 25. Gabora Gála gyermekekért, egy jótékonysági célt szolgáló öreg fiúk torna, amely óriási hírnévre tett szert az elmúlt negyed évszázad során, és amelynek a programja már 10 órakor megkezdődött, és egészen este 8 óráig, sőt, majdnem 9-ig tartott. 11 órakor egy bemutató mérkőzés volt, aztán 12-től már a hivatalos program vette kezdetét, 8 csapat vett részt az öreg fiúk tornán, de volt egy úgynevezett bemutató torna is, mégpedig 3 csapat részvételével a szokásoknak megfelelően. Az egyik a mi csapatunk volt, a Sport Televízió, ezúttal a Sport Global Tours média válogatott elleni mérkőzésünket mutatjuk. Piros-fehérben az ellenfél, néhány ismert volt futballista is a soraikban, így Keller József, Szenes Sándor és Szűcs Mihály a Fradi volt játékosai, de Gyetván Csabának is van labdarúgó múltja, őt műsorvezetőként ismerhetjük, de a harmadosztályban játszott hosszú éveken keresztül. Maul Zsolt, Villányi Borász, egyes számmal Szakál Miklós rádiós műsorvezető, 12-essel Földesi János a csapat menedzsere, volt élvonalbeli futszáljátékos 10-essel, Kovács Zoltán operatőr 6-ossal, Louis világrekorder bűvész 7-essel és Vajtó Lajos 18-assal, továbbá Bereznai Endre színművész humorista 14-essel látható az ellenfélnél, a már említett urakon kívül. Nálunk pedig Hajdú Attila a kapus, Szél Tamás, Bencsics Márk, amerikai foci szakértőnk, Barsi Gergő, Máté Pál főszerkesztő, Molnár Zsolt, riporter kollégánk Petur Andrés, akit éppen most mutattak be, Szabó Csaba és Selmeci Rihárd alkotja az együttest. Úgy látszik, hogy Máté Palina nem volt jó a mez, hogy galléros pólót kapott. A mérkőzés játékvezetői Pál László és Varga Gábor egyébként a bemutató tornán még a szokásoknak megfelelően a Gabora Team vett részt, többek között Kovács István olimpiai bajnok ökölvívóval, dr. Barta Csabával, vagy az emlegetett Törőcsik Attilával és ifjabb Fekete Lászlóval, Lakatos Bélával, akikről már említést tett Gabora úr. Minden évben más és más jótékony célt szolgál ez a gála, amelynek a bevételéről már ugyancsak beszélt Gabora János, és nagyon-nagyon jó hangulatú mérkőzéseken vehetünk részt. Hát valakinek dolgozni is kell, így aztán természetesen nem lehet ott mindenki ezen a szombati
gálán, de azért úgy néz ki, hogy egészen erős csapatot sikerült összeraknunk. Fehér felső részben, fekete nadrágban lesz látható tehát a Sport TV, és piros-fehérben a média válogatott, amelynek bő egy évtizedes múltja van. Földesi János volt az ötletgazda, és a média világában szereplő játékosok futballoznak náluk, legyen szó televízióról, rádióról, vagy akár sportolók is jöhetnek, mint az látható. Ők kezdik majd a játékot, Földesi tízessel, Gyetván van bent, Szenes Sándort láttam, Kellert láttam. Futóórával 15 percet játszanak ilyenkor a csapatok. Palánk van, tehát nagyon kell figyelni. A kapu mögött is, az alapvonalon is palánk van. Nálunk Barsi Gergő van hátul, mellette Szabó Csaba, Bencsics Márkot látom, Petur Andrást és Szél Tamást még. Nem sikerül megszerezni a labdát. Bencsics Márktól várhatjuk elsősorban az akciókat, a veszélyes akciókat. Hajdú Attila véd egyet lábbal. Szűcs Mihály tette középre a labdát, egykori csapattársa. Hajdú Attila azonban meghiúsította, hogy Gyetván gólt szerezzen. Földesi, Szabó van mögötte. Keller. Gyetván próbálkozik, de Barsi Gergő bátran beleáll a lövésbe. Barsi indul el Szűcs mellett, azonban Bencsics mögé megy a passz. Szenes előre. Bencsics nem éri el a labdát, Földesi. Aktívabban kezd a média válogatott, ez a labda átvétel azonban nem sikerül. Megnézhetjük Hajdú Attila védését. Gyetván nem találta el túl jól a labdát. Szabó keresztbe. Szél Tamás vállalta el egyből. Keller. Elnyűhetetlen az egykori válogatott labdarúgó. Ő szerzi meg a mérkőzés első gólját. Nem egészen két perc elteltével. Jobban kezdett a média válogatott, a volt futballistákkal felálló média válogatott, és ennek megvan az eredménye. Földesitől kapta vissza a labdát Keller. Petur. Barsi játszotta ki Szélnek a labdát. Petur lopakodik a bal oldalon, és ezt el lehet vállalni. Meg volt az első veszélyes Sport TV próbálkozás. Mahul Zsolt azonban védett. Bencsics Márk tette középre a labdát ügyesen. Gyetván tovább. Szűcs, nagy blokk. Szél Tomi volt az, aki beleállt. Ajajajajaj! Gyetván nem tudja átfűzni Barsit. Szabó Csaba. Szűcs megelőzte Szélt. Sok súlyfelesleg nincsen Szűcs Misin, aki egyszer... Hát akkor egyszer, amikor a Fradia Bajnokok Ligájában szerepelt, tagja volt annak a csapatnak. Szenes. Szűcs. Ajaj. Keller ezúttal mellé belsőzi. Szűcs egyébként a Fradi öreg fiúk csapatában is játszik még nagypályán, tehát mondhatjuk, hogy megvan a meccs rutin is. Bencsics Szenessel egy az egyben.
Hajdú Attila mellett Bencsics a másik válogatott játékosunk, hiszen most már van amerikai futballválogatott Magyarországon, és Bencsics Márk, mondhatom, talán elfogultság nélkül az első számú irányító quarterback Magyarországon. Íme az iménti nagy helyzet, nem sokon múlt. Keller, Szenes. Földesi fordulna le szélről. Földesi vissza Szenesnek, Hajdú. Megint egy szép védés lábbal, Bencsics Márk talán megpróbálhatta volna lefutni Szűcs Misit, ami azért nem egyszerű, de ha valakinek, akkor Márknak sikerülhet. Barsi. Látványos készülődés után. Getvántól szerezzük meg a labdát, bent van Selmeci. Gyanús volt, és több is. Ez mind gyanú. Szabálytalankodott Szűcs Mihály Selmeci Rihárdal szemben. Ricsi bátyja Roland volt, a Sport TV hangja egészen a tragikus haláláig. Szűcs lefüleli ezt a labdát, bent van Molnár Zsolt is, aki megszerzi egy pillanatra. Eltelt most már 6 perc a mérkőzésből, Keller góljával vezet az ellenfél, a média válogatott, egészen pontosan a Sport Global Tours média válogatott, ez most a nevük. Getván szorul be a palánk mellé, Szabó. Selmecinek pontatlan volt. Szenes. Szabó kapja derékon. Emlékezhetünk, hogy 1990-ben, amikor Szenes a Fradihoz került, egy Újpest elleni 5-0-ás mérkőzésen 2 bombagolt szerzett. Akkor mutatkozott be egyébként Lipcsei Péter is a magyar élvonalban. Szűcs teljesen tisztán földesi a túloldalon, Szűcsnek vissza. Szegény Hajdú Attilának elég kellemetlen helyzete adódott, földesi a gólszerző. Nem volt esélyünk, hogy ezt kivédekezzük, annál is inkább, mert finoman szóval létszám problémáink voltak hátul. Máté Pali ugye a nagy tempóban igyekezett vissza, őt láthattuk itt a képernyő alsó részén, de ez is kevés volt. Maximális sebességére gyorsított fel. Maul teszi előre a labdát, és jól. Getván megtartja. Ez most Hajdú Attiláé. Bejött közben Louis is. Ő próbálkozott ott az alapvonalnál, illetve Beleznai is bent van a média válogatottban. Az magas. Vajtó Lajos is pályán. Keller maradt fönt, hogyha jól látom, a kezdő csapattagjai közül, illetve Getván Csaba még. Selmeci letámad, meg éppen csak, de el tudták rúgni előle a labdát. Úgy néz ki, hogy Szakál Miklós van a kapuban. Getván. Molnár Zsolt nagyon agilis. Labdát szerez. Selmeci. Molnár van belül. Szabó keresztbe, Molnárt kereste, megtalálta végül is, gól! Sikerül szépíteni. És igen, ezt a gólt már Szakál Miklós kapta, de nem az ő lelkén szárad. Jól használta a palánkot, bár nem vagyok róla meggyőződve, vagy tudatosan Szabó Csaba.
Molnár Zsoltnak a korábbi évek során akadt már emlékezetes momentuma a Gabora gálán, most szép gólt rúgott. Szabó nem hagyja, hogy megkerüljék. Kovács Zoltán indult el a labdával. Földesi. Beleznai elől. Szabó viszi el. Azért amint lementek, volt futballisták, kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés. Földesi. Na. Egy labdát dédelget a meze alatt is Földesi Jani, így aztán nem vállalta el az ollót. Lehet, hogy pár évvel korábban, pár kilóval korábban még megtette volna. Szakál gurítja ki a labdát. Kovács. Szűk 5 perc van még hátra, Vajtó. Hajdú Attila gyűjti be, és nagyon jól dobja ki, Selmeci, 3-2 ellen támadhattunk volna, Selmeci elvállalja, Bencsics, még így jól lehet. Szél hosszan veszi át, de aztán berúgja. Rezignáltan veszi tudomásul Szél Tamás, hogy tőle szokatlan módon gólt szerzett, mégpedig egyenlítő gólt. Úgy tesz, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, de évek óta figyelem, elárulom, nem így van. 2-2. Petur. Meg lehet fordítani a mérkőzést. Szakár rúgja ki a labdát, lehet, hogy eltalált valakit a nézőtéren. Igen, pont egy kisfiú volt ott. Szegénykém. Pedig ő csak egy autogramra vágyott. Hoppá! Ott a harmadik, takarásból! Ez aztán a küzdőképes csapat. 0-2-ről 3-2 a Sport TV javára, Szabó Csaba volt a gólszerző. Visszahozza a kezdősorát a média válogatott. Keller mellé érkezett Szűcs, és érkezett Szenes is. Fönt van Gyetván és Földesi, tehát abszolút a kezdősor. A kapuban talán nem cseréltek. Földesi. Keller Szűcs irányába. Szűk 3 percet kellene valahogy kibírnunk a vezetés birtokában. Megvan a labda, Barsi létszámfölényt lehet kialakítani. Bencsics. Keller próbál pozíciót fogni vele szemben. Petur, erő volt benne. Ott volt egyébként Selmeci a túloldalon, de Petur Andris becsületére váljék. Ő az, aki visszaér és megszerzi a labdát. Barsi. Keller szereli. Szenes. Belül kell nagyon figyelni. Keller. Gyetván lövése vágódik le. Bencsics. Ügyesen oldja meg, Barsi Gergő egyedül van. Elől ott volt Selmeci, őt szerette volna megjátszani Barsi Geri. Megérkezett Szabó Csaba, Selmecinek még jó. Jól használta a palánkot, de Szakál közben nyúl, Petur. Pedig jól pattant ez a labda. Itt van Szabó Csaba gólja. Nem sokat látott belőle a kapus. Ez egészen biztos. Szenes és Barsi. Petur beszorul a palánk mellé. Jön azonban a segítség. Alig több mint 1 perc van hátra. Őrületes fordításnak lehetünk szemtanúi. Szűcs labdáját elviszi Szabó Csaba, és végig is mehet vele. Úgy van!
nem sarokra helyezte, hanem egy váratlan húzással élve a kapus lába között passzolta be a labdát. A második köténygólja Szabó Csabának. Az elsőt még messzebbről lőtte. 4-2. 4 Sport TV-s gól tehát Zsinórban. Szűcs. Annyira megvan a meccs, hogy Máté Pali is bejött még egyszer. És mégiscsak rámentem, ez elnézést kérek a feltételezésért. Lekerült a galléros póló. Petur. Molnár, finoman. Ez is jó. Apá. Molnár Zsolti magához ragadta a színes ceruzát. 15 másodperc a végéig. Petur Andris rutinosan öli az időt a sarokban. A Sport TV tehát bemutató mérkőzésen rossz kezdés után 0-2-ről fordítva megveri a média válogatottat. Még talán időn belül esik ez a gól, amit Földesi szerez, de az biztos, hogy nem oszt, nem szoroz, hiszen ez legfeljebb szépség tapaszt lehet. Adjuk meg nekik, 4-3 tehát a végeredmény. A Sport TV legyőzte a Sport Global Tours média válogatott csapatát. Srácok, rengetegszer voltatok már mikrofonon innen és túl, nem tudom a pályán hányszor találkoztatok, megkeserítettétek egymás dolgát rendesen. Hát nagyon nehéz volt, az a baj, hogy erről a generációról, ami a Keller, vagy akár a Szűcs Misi, vagy a Szenes, az ember azt gondolja, hogy ők ugye akkor fociztak, mikor én gyerek voltam, és közben mindig kiderül, hogy nem, mert ők ugyanazon a sebességen futballoznak, mint én. Gondoltam, hogy de még inkább kettővel nagyobb sebességi fokozaton, iszonyú nehéz ellenük. Nem azért, mert már annyit futtok, mint az állat, hanem egyszerűen azért, mert pontosan tudják, hogy hol a hely a labdának, hova kell kettőt lépni, és az a rutin az egyszerűen érződik, lejön a pályán, úgyhogy emiatt rettenetesen nehéz. Rettenetesen. Köszi Andráskám, nagyon szerény vagy, köszönjük szépen a dicsérő szavakat. Most ránk is ránk fér egy kis dicséret cserébe. Nagyon jól játszottatok, nagyon jó a csapat, és kimondottan jól bánsz a labdával. Esküszöm, tehát az előző meccset is néztem, és kimagaslottál a csapatból. De nem láttad, hogy 6 méterre fölé rúgtam azt a labdát, amit... Ki nem? Hát mivel előfordult ilyen valaha? Benne fordul volna. Komolyan? Hát persze, hát ez a futball, ez a játékban benne van. Mindig nem lehet gólt lőni. De maga a játék nagyon jó, és nagyon jó a hangulat, ennek örülök. Végre egy olyan eminens embereket találkozott a média részéről, illetve ugye, akivel ritkábban találkozunk sajnos, mert a sport az egy zártabb kör, de nagyon jó hangulat, ennek viszont nagyon örülök. Régi barátokat tudunk újra játszani.